Kemény témák kerültek terítékre a Marosvön zajló EU-tábor harmadik napján. A diákokkal többek között Kelemen Hunor RMDSZ elnök és Rádói Róbert nemrég lemondott csíkszeredai polgármester is aktuális politikai témákról beszélgetett. Biztonsági kérdés a kisebbségi jogok betartása, hiszen ha ezek sérülnek, az feszültségeket kelthet. Erről próbálta meggyőzni az RMDSZ küldöttsége az Egyesült Államok döntéshozóit júniusban. A tárgyalások részleteit Kelemen Hunor RMDSZ elnök a Marosvön táborozó diákokkal is megosztotta. Azt mondta, hogy ha sérülnek az emberi jogok, hogyha sérülnek a kisebbségi jogok, hogyha sérül a tulajdonjog, akkor az a társadalmon belül feszültségeket szül, a feszültségek pedig mindig bizonytalanságot jelentenek, soha nem a biztonságot erősítik. Hogyha ezt a két dolgot így összekapcsolja az ember, akkor megértik az amerikai. Nagy érdeklődés övezte Rádói Róbert Csíkszereda volt polgármesterének előadását is, aki nemrég az ellene indított DNA eljárás és vádemelés miatt mondott le tisztségéről. Rádói közvetlen stílusban mesélt a fiataloknak politikai pályafutása kulisszatitkairól, az ellene folyó vizsgálatról és a titkosszolgálati megfigyelésről is. A mostani romániai berendezkedést neodemokráciának nevezte, amelynek eszköze a megfélemlítés, ezzel szemben pedig szerinte a parlament tud fellépni. Ezzel a rendszerrel egyedül a parlamenten keresztül lehet egy demokratikusan elkötelezett ember részéről szembe menni, tehát az a fórum, amely azt a jogszabályförtelmet, amit sikerült különböző módszerekkel, ijesztgetésekkel, megfélemlítésekkel, úgynevezett felelősségvállalási eljárással, módszerek eljárással ugye gyakorlatba elfogadtatni és hatályossá tenni, BTK büntető törvénykönyvi eljárás, stb. Ezeket azért nagyon komolyan át kell nézni, át kéne dolgozni. Rádói Róbert hangsúlyozta, továbbra is a közösségét kíván dolgozni, úgy érzi, fel kell vállalnia, hogy az erkölcsi értékeket közvetítse. Az EU-tábor pénteken szintén nagy horderejű témákkal folytatódik, szó lesz a bevándorlásról és az ukrajnai helyzet következményeiről is.